Az előző rész végén nem jót éreztem. A mostani résznél már jót érzek. Ugyanis elvittem még egyszer odáig ezt a turistás helikopteres mellékületést, ahol tartottunk. Most már több az időnk, most már sikerülni fog. És Gétő Norbi is vagyok. Természetesen. Kezdjük is. I want to know what love is. Hey! Oh, change the lonely bird. Na, vége is a számnak. Még jól érzem, hogy addig van vége a számnak. Előző részben hiába recsegett a hangom. Akkor is bekapta a copyrightot. Most már nem. Nem játszok ilyen srácok. Most már nem. Vége. Ahogy ennek a mellékületésnek is vége. Köszönjük. Mondom, köszönjük. Helyes. Tü-tü. Egyébként lehet, hogy nem jól lehet majd érteni a hangomat, most nem a recsegés miatt, azért mert nem van törve a fogam. Eléggé fáj. Nem fogom a nyelvem, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lehet érteni a hangomat. Próbálok kiabálni meg minden, de azért kereten belül. Na, folytassuk is ezzel a mellékületéssel, ezt még nem csináltuk meg, most már ezt is meg kell csinálnunk. Amúgy néztem egy listára, egy papírra feltettem, hogy 4 percünk van, nem ezt. Megnéztem, hogy mennyi mellékületés van, még már nem sok mellékületésünk van, úgyhogy haladunk. Lassan a játék vége felé mondhatni. De hát mindennek véget kell élni egyszer, ahogy mondani szokták, ahogy Kölcsi Ferenc is mondta. Na. Na most tudom már melyik rádiót kapcsoljon be? Szerintem a rádió off-ot. I want to know what love is. Na beszélek én már majd ezekkel a tatós emberekkel, hogy már megbocsátok, Géta Norbi vagyok Magyarországról, megbocsátok már srácok, vagyis papók, hogy azért jó lenne, hogyha a Totó Afrika Vice City-ben, meg a Totó I Want To Know What Love Is a Vice Stories-ba nem kapnék copyrightot, a YouTube-ba beszéljétek már meg, vagy nem tudom kivel kell ezt megbeszélni, oké? Na. És most közben bemegyek Hidropánnal Ricardo Diaz házába. Valószínűleg örülne. Lehet, hogy még önte nekem olyan dzsinás üdítét, mint Lance-nek öntött. Abba az nem fröccs volt. Na mindegy. Jó van. Hallgassunk egy kis Flash FM-et. Szerintem ez a checkpoint már nagyon alacsonyan van. Én nem raknám ilyen alacsonyan, már megbocsássa. Hát te még nem dolgozol Rockstar-nál. Igaz. Flash FM. Na, erre nem kapok copyrightot. De mert erre már igen. Na. It never happens to me. I'm never happens to me. Changes a daily life. Közben nem élhetek az zenő nélkül, ahogy ki mondta. Ez is jó szám. Oh, hey, free, victory. Ne a musicot! Normális, Norbi. Esefixet. Most meg amúgy a tuti a repülőgép hangot, a én hangom meghalk, de Én már nem tudom már mit csinálni, srácok. Mindjárt megyek, inkább játszok a GTA 2-vel. Köszönöm. Ugye a GTA 2-be ott is vannak copyrightos zenék, vagy nincsenek a GTA 2-be copyrightos zenék. Nem jó, ez így a gép meg annyira zörög, hogyha felvesse SFX-t, úgyhogy maradjunk inkább ennél. I'm finding time. Watch on you, I oxygen. Superstar, I love you game. Egy nagyon izgalmas mellékületés. Ezt a mellékületést amúgy ajánlani fogom ismerőseimnek, hogy mindenképpen vigyék végig ezt a mellékületést. Ha nem is 100%-ra viszik végig, akkor is vigyék végig ezt a mellékületést. A Vice Stories-ban játszanak vele, mert ez olyan izgalmas mellékületés, hogy hú, jobb mint a barátok közt bármelyik része. Az is mikor épület felrobbant. Volt olyan, hogy épület felrobbant? Én úgy tudom, volt. Na. Louis Száza felé nem repülünk, alszik a baba. Mondjuk lehet már 2 hónapos, már lehet járkál, de alszik. Most biztos alszik. Jó, 9 óra, akkor nem alszik. Bölcsödében van. Nem, én nincs bölcsödében. Mondom, Louis Száza fölött nem szeretnék repülni. Hogy nem lehet megérteni? Jó, igaz, nem Louis Száza, de akkor is. Na.
fejéből. I want to gun. Arra se szeretnék, a lakókocsi park felé se szeretnék repülni. Rossz emlék. Erre se szeretnék repülni. Arra se, ez jó emlék, hogy felrobbantott a Armando mendezék állát. Oh, that's an idiom only. Oh, paprikás omlett. Na, köszönjük szépen! 500 dollár. Odaadom majd a rászorulóknak. Ó, ott egy gyönyörű Sparrow helikopter. Én meg itt valahol leszállok, mert ugye itt volt a Cam5, ami kell a Import-Export garázsba. Ugyebár. Jó van. Óvatosan leszállás, végállomás. Jó lesz. Hogy ne lenne? Ó, hogy ne lenne jó? Hú. Ó, Sabre. Sabre kell? Hogy az előzőbe kellett? I don't know. Sabre Turbo, gyerekek, ez nem is sima Sabre, Sabre Turbo. Na, nem teszem a Sabre Turbo. Boah! Mindig is szeretem amúgy a Sabre Turbo-t a Vice City-be. Nem Hillary miatt, de szeretem a Sabre Turbo-t, és itt egy Cam5. Júj! Ezt már azért nem kéne megtölni. Úgy látom, a portás nem dolgozik itt, hogy ezért a... És hogy mennyik úgy, hogy ne töljem meg. Ez igen, leesett az ajtó. Apple Illusion. Jó van. Az a baj ezzel a zenével, hogy valószínűleg a Liberty City Stories-ből is ez lesz. Igazából ott annyira változatos zenék nincsen, de van egy-két jó szám. Jaj, anyád. Tony Cipriani. Na. Mi kell még ide, gyerekek? Phoenix. Mintha láttam volna egy Phoenix-et. Hol látom én a Phoenix? Ja, meg a Wintergreen. Azt tudom, az a motor az hol lehet? Van ilyen location helye? Trashmaster, ebbe kellett volna beledobni, majd ebbe kell bele kéne majd dobni Lance-t. Vagy Trashmasterbe, a hátuljába. Vagy majd vissza, hogy én már tudok kukásni ki. A Gator 4. A van a Superstar. Na, majd mindjárt szerzünk egy Phoenix-et, meg egy Wintergreen-t. Hát kérdezzük el, hallőn! Na, ez egy szúgyó. Na. Nem is tudom most miért a kocsikot keresem. Igazából nem gondoltam, hogy ebben a részben most én milyen melléket is csináljuk, de szerintem a versenyeket most már meg kéne csinálni. Bidon. Na. Ugyebár itten nem tudom, hogy mennyi versenyt csináltam meg. I don't know, nem emlékszem már. Hogy itt hány versenyt csinálta meg? Első, Enna, jó sok mindent, ennyit nem kellett volna. Itt is meg mennyi verseny van még. Isten, ezt se csináltam meg, azt a büdös. Jó, ez a káros verseny lesz, de elsőnek veszek itt egy jármű, mert a végén még küldetés közben nem tudok venni. Injekció kell nekem. Tökéletes. Szerintem meg tudjuk nyerni. Jaj, ne, ez a szürkeség el. A szürke 50 ányolta. Chromos van. Na. Vírak. Love Fist. Megyük Love Fist koncertre. Love Fist. Azt kéne még. Vagy mégis megcsináltam? Mint azt hittem volna ki, hogy első hely. Na gyerekek, biztos tudom állítani. Én már megcsináltam ezt a versenyt. Hát... Fogalmam sincs. Megcsináltam én már ezt a versenyt, mert nem csináltam meg. Előbb úgy látom, hogy nem csináltam meg. Most már azt látom, hogy megcsináltam. Hát tökélem se tudja. Megcsináltam én ezt a versenyt. Ki lehet lépni valahogy? Ki? Na. De most meg visszamegyek, azt nem csináltam meg. Hú. Ó, Phil Collins énekel legalább. How are you? Barátom, hogy vagy Phil Collins? Ha? Jól vagy? Jaj, az a jó. I can show you. De most nem I can show you. Na, majd beszélek már Phil Collins-ről is. Már kéne. Régen beszéltem. Nem csináltam meg, nem tudom mit néztem. I can show you. Na! Some of me here to make my life.
I've got show you radio. Na. Jó, hát ez a BF Injection tuti nyárni fog a stingerek ellen. Ho-ho-ho. Akkor menjetek előre, mint a csorda. Menj a izé. Ennek a fizetési. Jaj! Emotion addig. Na, nem valami jól állunk, de semmi baj. Semmi baj. Mondtam, hogy ne menjünk Louis nővére háza felé. Nem csak repülővel, Kozsival se. Hát azt adodna a kisgyerek! Hát nem lehet megérteni. Ha illegális verseny, ha nem illegális verseny. Ide már csak Cézár hiányozna. Minden városban van egy Cézár. Itt Hillary a Cézár. Csoda, hogy nem... Én úgy tudom, a Vice Stories be akarták tenni Hillary-t. Csak utána kivették. Halleluja. Na. Az a Hillary-t, az sose ért. Akkor rabol ki velünk bankot, hogyha bemutassuk, hogy jobban tudunk vezetni, mint ő. Anyukájára megígérte. Aztán bankot rabolunk, első lövésnél meghal. Szívinfarktusba. Hát nem értem. Én nem értem, hogy vannak ilyen gangsterek. Hát nem tudjuk beelőzni ezt a cinget. Stinger, gyerekek. Na. Nöndös szex, ne szexelj, itt inkább rádiózzál tovább. Na. Na, beszéljenek. Az a legjobb. Arra biztos nem kapunk copyrightot. Sose kaptam olyan értesítés, hogy izé, mit tudjam én, Phil Collins beszél, ez copyright. Phil Collins talk. Na. Valszeg, hogy mondanák. Akik mondanák. Valszeg, mindjárt vége a küldetésnek, ott meg Jézus volt. Jaj. Most járt el, hogy megöltem Jézust a Vice Stories-be. Most járt el. Hát, González adta azt a küldetést, hogy ölje meg Jézust. Jaj! Menjetek már innen! Na, $1000, thank you! Ti... Köszi, baby! Na. Hogy ebbe a Vice Stories-be mindig süt a nap. Egy szalókon már mindig borús az ég. Ezt nem hiszem el. Na. Jó, nézzük meg a következő versenyt. Ha még van otos verseny. Hát otos játékokat nagyon szeretem. Ó, hát ez messze van. Ez motoros. Kakós csiga. Menjünk akkor ide. Tudjátok mint? Menjünk akkor Daftanba. Itt még milyen járművet lehet venni? Quadot? Mármi, ami ilyen gyors. De hát a quaddal én nem megyek. Az Hodziher, úgyhogy menjünk ez a BF injekcióval. Na. Kukáskocsi még mindig itt áll, na. Majd szerdán megyünk. A kukákat vinni. Akkor mondta a Remond is, hogy itt a Vice Stories-be össze kell szedni a szemetet. No. Már megint látom Ricardo Diaz házát. Lance házát is látom mindig, az én házamat sose látom. Luis házát is mindig lehet látni. Én házamat sose látom. Azt hallottátok volna már a végigjátszásomat? Ott van én házam. Nem. Hol? Itt se lehet látni. Hol? Ott a golfpálya van, nem lehet látni az én házamat. Azon én Armando Mendezék házát is láttam. Azt mondjuk azt nem lehet annyira látni. Halleluja. Na. Ez a vihar előtti csendem úgy, hogy milyen békés. Háborúba vagyunk a Mendezékkel, ugye, de milyen békésen itt elkosikázgatok a Vice-be. Sehol egy terrorista, egy gangster, aki szét akarna nyílni, ez még a vihar előtti csend, úgy gondolom. Le kell számolnunk egyszer Armando és Diego Mendezzel. És ez a nap végeres lesz. Nem az én részemről. És az én részemről. De nem én leszek végeres. Vagy nem az én vérem lesz a kabátomom. Oh, Phil Collins, I can feel it! Oh, but goodness, I deny. Ez amúgy japánul énekeltem most. Nem, Infernusszal, az én a... Az Lance? Nem Lance, tudom, de valaki kopizza Lance-t. Lance, nincs egyedi Infernusod. Másnak is van fehér Infernusza, hallod de? Na, ez mit lépsz? I can feel it! Nem lép semmit. Ha én nagy gangster leszek, nekem egyedi kosim lesz, az biztos, ha...
tehetem. Vice Stories-ből ugye nem tehessük meg, hogy nekem legyenek kocsim, mindig elviszik a garázsból, eltüntetik a járműmet. Majd a Szent Andrásban egyedi kocsim lesznek. Vice City-ben például, mondjuk ott nem tudom, hogy ott nem nagyon lehet egyedi kocsit csinálni. Szerintem ez lesz ebben a videóban utolsó verseny, mert azért próbálom úgy egybe vegyíteni az összes ilyen mellékület, és ne csak egy monoton dolog legyen az egész, ne csak egy mellékület is legyen, egy kategória. This time, most eltekeltem, mert tudjátok, a YouTube robot 10 másodpercnél már észre. This time. Bajba vagyunk, srácok. Ez kétkörös, ugye? De még az első helyzetet nem finálozzák. Az jó szám amúgy, de ne finálozzák. Első helyzetet még most sem tudom beélni. Na, BF injekció, ne hagyj minket cserbe! Injekció! No. A fogorvoshoz meg elfelejtettem bemenni. Időpontot kérni. Na mindegy. Jajjaj! Kuff. Már elnézést, aki énekelt ezt a számot. Húha, elcseszem a küldetést. Ne! Kérem! Mondtam már, nem szeretem annyira a versenyeket a GTA-kba. Itt hosszúra még el is megy, de GTA-kba nem. Na. De nem hiszem, hogy nem érem utol. Hát ez csalás. Na. Csak akkor, de én kilököm. Tudja, hogy én lesek el. Halló? Anyád! Elcsesztem. Nem nyerhetsz. Elcsesztem. Majdnem neki mentünk a villanypózsának. Az igen? Árkon, bokron, tűzön, vízen átmegy. Na, hello, szevasz. Csá. Na. Na most már. Nem szabad, hogy megelőzön. Füstöl a BF injekción. Füstöl. Helyes. I'm a combination. Hú, hát ez már sima ügy. Hogy tudok visszanézni? Ajaj! Na! Óhó, ezt megérdemelted. A csalók mindig megérdemelik a büntetésüket. Nem jönnek ide ilyen járnyok? Jaj, nyerti, jaj. Akkor ne gyertek ide. Nem kell nekik idejárt. 600 dollár, mit csinálok 600 dollárra? Jaj, a motor kell a import-exportba! Most miért tüntették el? Jó, itt egy másik. Na, ó? Fel se éri. Head away! What is love? Baby, don't hurt me. No more. Most észrevettétek a Vice Stories-ba, hogyha eldöki ellenfelet, akkor már nem kell neki a motor, vagy bármilyen jármű, hogyha el is, akkor már ő nem foglalkozza a jármű, ő sétál tovább. Ez mekkora bug? Na, ilyenkor már ilyen motorok járkálnak. Ezt is szeretem amúgy a GTA-kban, ezeket nagyon szeretem. Mikor, főleg a Vice City-ben volt az, mikor ugye felé vagyunk motorra. Vice City-ben volt az, mikor olyan nehezen, kinkeservesen, főleg az elején tudtam, azt tudtam, melyik jármű, mi a neve, olyan nehezen szereztem meg őket. Fél óra, egy óra is kellett, mire megtaláltam például egy Esperantót, utána már mindig csak Esperantók jöttek. Ez mekkora köcsökség? Elnézést! Na. Gloria! Laura Breingen! Ho! Na. Jaj, de copyright-ot kapok erre! Nem baj, Norbi, majd lenyeli a békát a YouTube. Vagy nem. Na. Miért erre jövök? Na most van mindegy. Na vissza Laurára. Na. Egyet lehet mondani a Vice Stories-ra. Kettőt is. De egyet biztos, hogy nagyon jól megint összeválogatták a soundtrack-ét. Le a kalappal tényleg. Egy-két GTA-ra ezt nem mondható. Na, már csak Phoenix kell. Na, akkor ebben a részben szerintem még összegyűjtöm a Phoenix-et. És akkor ott van Lance háza. Nem, komolyan mondom, ilyen sötétben azért nem lehetne ellátni odáig. Na. Na, valami... Ó, már egy kukás kocsi. Na, Walton, jó lesz ez.
Walton. Ilyen név, Walton. Agyvörcs. Most lát el, Walton. Na mindegy. Gloria. És akkor mindenki énekel. Erzsike. Tündike. Marika. Jósika. Who's the one inni? Tüdüdü. Mali klub blub. Mali klub. Nyitva lenni. Na, Phoenix, ilyen, mint a kikötőbe, kikötők, azok a régi szép idők, repül a tejföl. Mint a kikötőben úgy szoktak lenni, a sportkocsik, mi van, kihalt a város? Na, mi van? Mindenki nézi Katalin házat, mi meg Vilmos házat, az összeházasodását, mi van? Jó, én mentek egyet, oké? Srácok, jó? És akkor innen fogjuk folytatni legközelebb, most már nem följük szerep. Minden letesszük a Waltont, egyetek. És akkor innen fogom legközelebb folytatni. Vedd már fel a szívet. Na, átöltözök. Ez jó. Ebben már régen voltam. Mackósvik. Na. Nem is tudom, hogyan kezdjem el. Sivárkis életedet, addig mondjam el. Na, ez jó lesz. Nem tudom most, mit éneklek, amúgy ezt összehiszed, mert a fogyatékossággal jár. Innen fogom legközelebb folytatni. Sziasztok!